Sziasztok, Alice vagyok, köszöntök mindenkit, remélem mindenki nagyon jól van. Én magyarként egy texasi kisvárosban élek, és innen szoktam néha frissítéseket adni, hogy mi folyik Amerikában. A mai videót ugyancsak a koronavírus ügyének szeretném szentelni, mert nagyon sok minden történt. Hát tegnap óta már 53 beteg van Amerikában, és a dolgok azért szerintem begyorsultak, és még be is fognak gyorsulni, tehát ez szerintem csak a kezdet. Én ugye mindig nagyon csodálkoztam rajta, hogy az előző videóimban is mondtam, hogy itt Amerikában azért nem nagyon lehet hallani ugye a nagy hírcsatornákon, hogy mi van a koronavírussal, vagy mi van az országban. Tehát azért nem nagyon veszik olyan komolyan ezt az ügyet, és én mindig csodálkoztam, hogy miért van ez. Úgyhogy fogtam magam is, megnéztem egy hírcsatornának a néhány riportját. Úgyhogy most a Fox News-tól fogtok látni egy kis bevágást, egy riportot, azért találtam fontosnak, mert a Fox News az egy republikánus csatorna, ami politikai szempontból érdekes, ebből a szempontból azért nem, de annyit érdemes tudni, hogy a Fox News az ugye a Trumpnak a szócsöve, hát ugye mint nekem ez a YouTube csatorna az én szócsövem, hogy tudjak beszélni, a Trumpnak meg ugye a Fox News, tehát hogyha a kormánynak a propagandáját akarjátok megtudni, vagy hogy a Trump mit szeretne, vagy mit nem, mindenféleképpen a Fox News-t érdemes nézni. És képzeljétek el, hogy végignéztem pár híreket a Fox News-on a koronavírusról. Rá kellett, hogy jöjjek, hogy én rosszul csináltam az eddigi videóimat. Én nagyon szeretem a tudományokat, a bizonyítékokat, a számokat, és én az alapján csináltam ugye a videókat. Hát nem kellett volna, mert képzeljétek el, hogy itt a bizalom terjed, nem a vírus. Hát nem tudtam róla, most már tudok, és hogy nehogy azt mondjátok, hogy én itt össze-vissza beszélek hülyeségeket, meg is fogom mutatni. Még egy gondolat, mielőtt rámegyünk a videóra. Az amerikaiak többsége nem olvas újságot, és nem néz híradót. Tehát amikor hazaérnek, akkor általában a Netflixet kapcsolják be, ugye az a kábel, és akkor filmeket néznek. Semmi baj nincsen vele. Hanem a Fox News az majdnem a legkedveltebb, hanem a legkedveltebb tévécsatorna. Tehát amikor egy átlag amerikai hazamegy a munkából, fáradtan ledől a kanapéra, és bekapcsolja, azt mondja, akkor nézek egy kis híreket, nézzük, hogy a kormány mivel tömi tele az emberek fejét. Ez a videó egyébként február 20-án készült, tehát pár nappal ezelőtt, ma február 25-e van, és a videóban még csak 15 amerikairól beszélnek. Szerintem annyira ez nem fontos, azért választottam ezt a videót, mert a hangulata, a stílusa teljesen tükrözi a kormánynak a hozzáállását a vírushoz, és teljesen vissza... Tehát majd meglátjátok, hogy mi a kormány gondolkodás módja, hogy hogyan kell kezelni a vírust, és hogy mi folyik itt vírus ügyben. And a new Gallup poll finds 77% of Americans surveyed are very confident in the Trump administration's ability to handle the coronavirus outbreak. That's higher than any administration in any of the previous health scares that the country has had. Joining us tonight, Fox News medical correspondent, Dr. Mark Siegel. Doctor, good to have you with us. Are you impressed by that, the number of Americans who've got that much confidence in the Trump administration? Absolutely, Lou. I think that the task force that the president put together and his leadership on this has been tremendous. I have followed health scares, as you know, for many years and contagions. And you know what's different this time? The messaging. Because we have this enormous threat to us over there in China, infecting probably well over 100,000 people in real numbers, and the messaging from CDC, from NIH, from the president, from Alex Azar, from the Department of Homeland Security has been, here's what we're doing to try to contain it here. Transparency, here's what the numbers are here. Here's how we're isolating people. They're spreading confidence. And every one of those people you mentioned, including yourself, I have been straightforward, treating the audience of this broadcast and all of our fellow citizens as adults. Straight talk and some careful language as well, just because you don't want to overstate the situation. I understand that. But this has been a remarkable exercise for the American people, because we're sitting here still with 15, it's 15 right now, who've come down with a virus.
I think it's being managed well. The results speak for themselves. And for people who like to criticize the American healthcare system, you only have to look at how China is handling this with suppression, disinformation, quarantines, yeah. fear, panic. Here we have... That's not a difference in just medical systems. That's a difference in government. Authoritarian versus a constitutional republic. Free enterprise, capitalist economy versus a communist country with some markets. Fair enough. And they have actually excellent scientists over there who are not getting to do their job, and they're being suppressed as well. I still say, and I've said it before on this show, we need CDC to be over there helping to guide the situation so we get even more information. Well, it is irresponsible of the Chinese to not have the best minds and trained talent in the world from our medical and science scientists. This is just, discomforting, to say the very least, that the Chinese would risk so much for their own country when they're being offered help by the World Health Organization, the United States, and only accepting it at the margin. Right now, I want to turn to the virus itself and what we know about it. The University of Texas, the NIH, coming up with one vaccine that is very promising. Others are doing the same thing. I think there are about five channels of companies and scientists organized with medical researchers to deal with this. It looks very promising, I'm told, of what they're already seeing develop in the way of a potential vaccine. Absolutely. A couple of points about that, and this all helps to calm fears. We're learning how this virus operates. It's a lot like the flu in that it goes to upper and lower respiratory tracts. We know it's wildly contagious. We know its death rate is probably 1 to 2%. How soon the vaccine? Vaccine about a year before it's on the market. But antiviral drugs. I want it sooner. You had Tony Fauci on the show here. He's shepherding this. He's putting a lot of weight on this. It's got to enter clinical trials. They're going to put billions into this. I'd like to see it by next fall, because that's when we're really going to see a resurgence of this virus. It behaves like a flu, an influenza. It behaves like a flu, a little bit more deadly than the flu because of the pneumonia that's associated with it. It's also astonishing how deadly the flu has become. We went through Absolutely. A very heavy B strain of flu. Now I understand that it's reemerging and that we are seeing people susceptible to both A and B strain. How serious is that? This is an extremely bad flu season, and we're overlooking it a little bit here, but it's already infected over 25 million Americans. Who do you think trained me? You. We've talked about the flu a long time. One more point, Lou, I want to say before I leave. You had Peter Navarro on here talking about antiviral drugs. That's another promising thing with coronavirus. All right. We'll keep the good news coming, right? We will. Thanks so much, Dr. Mark Siegel. Miután én megnéztem ezt a videót, és az idegrohamomból összekapartam magam, leírtam néhány pontot, amit szeretnék elmondani nektek, hogy én, mint egy átlag polgár itt Amerikában, és úgy, mint egy magyar, hogy látom ezt az egészet. Hát az első az, hogy ugye még tegnap is ugye, hogy kijött ugye, hogy már 53 amerikai megbetegedett van, akkor is a nagyobb tévécsatornák, tehát a kormányzati tévécsatornák azzal foglalkoztak, hogy milyen a pénzügyi helyzet. De az, hogy ez az 53 ember hol van, vagy mi történik velük, vagy hogy tudod, leellenőrzik, hogy kikkel találkoztak eddig, vagy mit tudom én, arról semmi nincsen, mert nem kell. Mert nem kell, mert itt bizalom van. Tehát ezt kell nekem megérteni és elfogadni, hogy nekem se kell itt a tudósok után úgy rohangálni, hogy a videóikat nézni, meg a cikkeket elolvasni, nem kell, mert bizalom van. Tehát ez nagyon lenyűgöző, hogy a kormánynak 77%-os az elfogadottsági aránya, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az 1-0 a kormány javára a vírussal szemben. Itt egyébként a kormány mindig azt mondja, tehát hogy nem szabad fölnagyítani a dolgot. Ne is nagyítsuk fel, igazuk van. Végülis az, hogy ugye múlt héten csak 15 ember volt, most 53, teljesen mindegy, a számok nem lényegesek, mert ez olyan picike vírus. Ez, tehát vírusnak vírus, de ugye a 300 milliós lakosú Amerikához képest ugye elég kicsi az arány, tehát ez nem olyan vírus. Tehát van is vírus, meg nincsen. Tehát a számokkal nem kell foglalkozni, ne foglalkozzunk vele. Mondta ugye a riporter, hogy mert az eredmények azt mutatják, hogy mi nagyon jól csináljuk, mármint, hogy Amerikában nagyon jól állnak. Milyen eredmények? Tehát én azt értem, hogy pénteken még 15 beteg volt,
és utána jött ki az 53, de milyen eredmény? Tehát nem az, hogy a 15-ből nulla lett, hanem még több lett. De az a 15 is milyen eredmény? És akkor a kedvenc részem, amikor ugye Kínáról beszélnek, hogy ugye Kínában hogyan folynak a dolgok. Én nem tudom, hogy Kínában hogyan folynak a dolgok, mert én nem Kínában vagyok, én Amerikában vagyok, de hát itt Amerikában úgy történnek a dolgok egyébként, ahogy hallhattátok is itt ebben a riportban, hogy azért itt a nagy Amerikában máshogy folynak ám a dolgok, mint a kommunista Kínában. Tehát itt más a rendszer. Én ennek nagyon örülök, de én szerintem ezt a vírus nem tudja. Na, másik kedvencem a CDC, hogy ugye a CDC az ugye készül, meg minden rendben van itt Amerikában, és mi készen állunk a kommunista vírusra. És itt az amerikaiaknak ugye nagyon nagy szívfájdalom, hogy nem engedik be őket Kínába. Ez egyébként az amerikai gondolkodásmódra nagyon jellemző, és ezt a történelemből is lehet látni, hogy bárhol fegyveres konfliktus van, vagy gazdasági válság, vagy ilyen egészségügyi válság, vagy teljesen mindegy, az amerikaiak már ott toporzékolnak, hogy már pedig ők oda akarnak menni, és meg akarják javítani a dolgokat, jobbá tenni. Ez szerintem nagyon aranyos tőlük, meg biztos vagyok benne, hogy jó indulatból akarják csinálni, meg menjenek, meg tényleg javítsák, meg mindent hozzanak rendbe. Csak én kérdezem, hogy akar a CDC, tehát az itteni Nemzeti Egészségügyi Hivatal Kínába menni, amikor itt sem csinálnak meg semmit ahhoz, hogy az emberek készültek legyenek. És ezt hogy értem? A CDC nem tesztel. Tehát egy héttel ezelőtt is még csak a CDC-nek volt joga, hogy koronavírusra teszteljen. Most 3 államban, 5 városban van a CDC-nek ilyen kihelyezett irodája. Hát én megmondom nektek, én 5 állammal arrébb lakok a legközelebbitől is, de teljesen mindegy. És akkor a CDC mondja, hogy mert ők tesztelnek. Nekem ne higgyetek, úgyhogy majd oda leteszem alulra a linket, meg lehet nézni. A CDC egész Amerikában 414 embert tesztelt le. Nem ma, nem a múlt héten, mióta ez az egész mizéria elkezdődött. 414. Úgy, hogy januárban még ezrek repültek haza Kínából. De a bizalom az megvan, az a lényeg, hogy a bizalom az, ami terjed, nem a vírus. Megértem. És akkor ugye a másik kedvenc a témám, amit ugye mond az orvos is, hogy hát ez olyan, mint az influenza, csak halálosabb. Ez olyan hülyeség, mintha én azt mondanám, hogy ez a koronavírus ugyanolyan, mint a rák, csak gyorsabb. Most ne értsétek félre, nem tiszteleten akarok lenni azokkal, akik rákosak vagy betegek, de hát ilyen hülyeséget mondani, én megértem, hogy azt akarja mondani, hogy a tünetek olyanok, mint az influenzának. De akkor miért nem azt mondja, hogy a tünetei olyanok, mint az influenzának? Ne azt mondja, hogy ez a koronavírus ugyanolyan, mint az influenza. Egyébként, amit oda leteszek, mert nekem ne higgyetek, ott van lenne a statisztika, Amerikában az influenzának 0,1%-os a halálozási aránya. Szemben ezzel a koronavírussal, amit Amerikában van is, meg nincs is, de tud olyan, tehát olyan majd elmegy, vagy nem tudom, hogy mi lesz, annak 2-4% között van a halálozási aránya, ugye attól függően, hogy melyik országokat nézzük. Ugye Iránban állítólag már 50 halott van. Olaszországban is szedi az áldozatokat. De hát én nem tudom, hát, de a lényeg az, hogy itt bizalom van, és akkor majd, ha ide jön a vírus, mert még nem jött ide, mert nem volt múlt héten 15, meg most nincsen 53, majd mondjuk, ha ide ér, akkor majd a vírus az úgy elgondolkodik, hogy nem tudom, hogy akar-e versenyezni itt a nagy bizalommal. És egyébként még itt hallottatok egy szerintem egy nagyon fontos szót, az a transparency, tehát az átláthatóság, hogy azért van bizalom itt, és a bizalom az azért terjed, nem a vírus, a bizalom, mert itt átláthatóság van, hogy a kormány mit csinál, hogy az elnök mit tud, és hogy a CDC az mit csinál. És akkor ugye az átláthatóságról egy cikk, amit ugye a nagy tévécsatornák nem nagyon beszélnek róla. Ez a thehill.com-nak az egyik cikke, ezt már magyarul lefordítottam, hogy ne az én rossz magyaromat kelljen, hogy halljátok. És akkor a cikknek a címe az, hogy Trump dühös, miután a tisztviselők megengedték a koronavírusú amerikaiaknak, tehát akiket hazahoztak Kínából, hogy hazarepüljenek más utasokkal. Tehát azok egy
gépen voltak, de hogy lássuk, hogy akkor az amerikai elnök is milyen jól van tájékoztatva mindenről, a cikk azt írja, hogy Trump elnök feldühödött a magasrangú tanácsadók körében ezen a héten, amikor a koronavírussal pozitívnak bizonyult 14 amerikai visszatért az USA-ba, miután biztosítékot kaptak neki, vagy adnak neki, szerintem ezt rosszul fordította le, hogy a fertőzött betegek karanténban maradnak a tengeren túlon. Tehát a Trump úgy tudta, hogy a fertőzött amerikaiak azok ott maradnak. Trumpnak és a koronavírus munkacsoportjának azt mondták a múlt hétvégén, hogy az amerikaiakat, akik karanténban voltak a Diamond Princess hajón, ahol a vírus tejret hazahozzák, de azok, akiknek tünetei vannak, azok Japánban maradnak. Az adminisztráció végül azonban úgy döntött, hogy visszahozza azokat a 14 amerikait, akinek a vírusa pozitív volt, és elszigetelten helyezi el őket, anélkül, hogy elmondták volna az elnöknek. Na most az, hogy az adminisztráció úgy döntött, én nem tudom, ki az az adminisztráció. Tehát, hogyha a Trumpnak a munkatársai, vagy tehát akik ott dolgoznak vele, nem mondták el az elnöknek, hát akkor itt milyen átláthatóság van, olyan dolgok történnek, amik, ugye, amikről még az elnök se tud. Most akkor én hogy higgyek el bármit is? Most nem azt mondom, hogy engem föl kell hívni, és nekem beszámolni, hogy mi történik itt a betegekkel, de hát azért jó lenne tudni, hogy mi van igazából. Az adminisztratív tisztviselők elmondták a Washington Postnak, hogy Trump a visszafordításról a tény után tudomást szerzett, és dühös volt, hogy előbb nem vezették be a konzultációt, állítólag attól tartva, hogy a lépés hatással lehet a kormány kezelésére a koronavírus kitörése miatt. Szerintetek ezek után bárki a kormánytól kiállt, hogy nézzétek, ez és ez történt, ez többet nem fog megtörténni, vagy nem tudom, hogy bármi, semmi. Tehát megy a sumálkolás, megy a hallgatás, semmiről nem lehet tudni, és ugye az a szomorú, hogyha neked nincs meg a kíváncsiságod, ha nincs meg az időd és az energiád arra, hogy leüljél és ilyen kis híreket előszedjél, akkor nem is tudsz semmit arról, hogy mi folyik ebben az országban. Megmondom nektek, én teljesen őszintén, nekem nincs meg a bizalmam, úgyhogy lehet, hogy azon majd még nekem gondolkodnom kell, el kell gondolkodnom, hogy mit kell ahhoz nekem tenni, hogy elhiggyek mindent, amit a kormány nekem mond. Én azért készülgetek, mert ugye sajnos, ahogy látjuk a nagyvilágban, hogy egyre több helyen jönnek föl, ugye, és egyre több a megbetegedés. Én nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy itt a nagy bizalomban én itt vagyok se kaja, meg se semmi nélkül, és hirtelen csak lezárják a várost. Nem azt mondom, hogy az fog történni, de elképzelhető, tehát megvan rá a nagy esélye. Köszi, hogy megnéztétek ezt a kicsit érzelmileg túlfűtött videót. Bármi kérdésetek van, vagy kommentetek, nyugodtan írjátok meg. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!